DVTK. A Borsodi és a Volkswagen bemutatja. Csapattal átbeszéltük azt, ami történt az elmúlt hétvégén, hogy mi volt az, ami nem működött, és éppen ebből kifolyólag biztos vagyok benne, hogy egy más mérkőzés és más, nem is azt mondom, hogy mentalitás fogja jellemezni a csapatot, mert úgy gondolom, hogy a csapat elérte a múlt mérkőzésen azt a fáradtságot, ami teljesen természetes módon jelentkezett a mérkőzésen. Erre a hétvégére kipihentek leszünk, egész héten tudtunk készülni a Paksra, úgyhogy bátran is teljes erővel készülünk a mérkőzésre. Én is egy jó kis mérkőzésre számítok, a Paks rossz csapat, de úgy érzem, mi most frissebbek leszünk, mert elég erőltetett menet volt mostanában, és most a szerda-szombatok után csak volt egy hetünk, hogy normálisan felkészüljünk, és frissebb állapotban menjünk neki a Paksnak. Úgy érzem, hogy egy jó kis mérkőzés lesz. Remélem a pálya is minden alkalmasabb lesz a játékra, mert most nagy esőzések, meg havazások voltak, úgyhogy ha az is megfelelő lesz, akkor gond nem lehet. Hát ezt arra gondoltam, hogy nem tudtam, hogy miért nem volt éles a csapat, miért nem voltunk az első perctől kezdve, még nem tudtam az okokat akkor, hogy fejben nem voltunk ott, fizikálisan nem voltunk a csúcson, de egy utólag értékelve a játékosokkal a mérkőzést, azt mondom, hogy nem is az, hogy várható volt, de valamilyen szinten ez ennek be kellett következnie, hogy az elmúlt 5 hét után, amikor a játékosok le a kalappal előttük, mert tényleg apait, anyait beleadtak az elején, amikor ugye nem volt mérkőzés, csak felkészülés volt, az a 2,5 hét, szinte minden nap kétszer edzettünk, és az elég megterhelő volt a játékosok részére. Utána volt az az időszak, amikor 2,5 hét alatt játszottunk 5 mérkőzést, az ugyanúgy azért kemény volt a játékosoknak, és értelemszerűen jött az a fázis, amikor akartak a játékosok, csak nem tudtak. Na most ez a fásultság, ez a tompaság, ez jelentkezett a Szombathely ellen, úgyhogy én ennek a számlájára tudom be ezt a mérkőzést, annak ellenére, hogy nem volt ennek a jelen mérkőzés előtt látható. Frissek voltak a játékosok, fejbe is ott voltak, önbizalommal teli, elutaztunk Szombathelyre vagy Sopronba, de hát sajnos előjött ez a fáradtság, ami úgy gondolom, hogy teljesen emberi, és ez így alakult, azon leszünk, hogy a hétvégi mérkőzést jobban csináljuk. Hát a Nono hiánya mindenképpen érezhető a csapaton, mivel azért ő egy kreatív játékos, aki nagyon sok mindent hozzá tud tenni, hogyha a hozzáállása olyan a mérkőzéshez. Szóval ő mindenképpen veszteség számunkra, de akik ott vannak a keretben, és aki helyette fog játszani, az ugyanúgy meg fog tenni mindent azért, hogy a csapat jól szerepeljen. Úgyhogy ha kapust cserélnénk, annak ugyanúgy meg kell fogni a labdát. Most kezdjek el sírni, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne 3 olyan szintű játékosom, mint a Nono, és az lenne a problémám, hogy ki játszik a csapatba. Úgy gondolom, hogy ezzel a kerettel meg tudjuk oldani azt a problémát, ami pillanatnyilag előttünk van, de hogy milyen összeállításban fogunk játszani, az úgyis majd csak a mérkőzés napján fog kiderülni. A lehető legjobb összeállításban fogunk felállni szombaton, aki mindent meg fog tenni a siker érdekében. Nekem személy szerint fekszik ez az újabb fajta játékstílus, ez, hogy oda megyünk mindenkihez, letámadunk, és hogy ez a sok futásos, hajtós, magasabb tempóban történő játék, ez nekem sokkal jobban fekszik, és örülök is, hogy ilyen taktikával játszunk. Személy szerint ez, hogy jó állapotban vagyok, ez a meccsek folyamán is jön, meg alapból is szerintem nem volt baj az erőnlétemmel. Hát nézd, a nyugodtságom az nem abból ered, hogy ezt a kötelező optimizmust akarom kifelé árasztani, hanem abból ered, hogy mi itt az elmúlt 5 hétben olyan szinten dolgoztunk, vagy legalábbis nem is az, hogy olyan szinten, hanem olyan odaadással, hozzáállással dolgoztunk,
ami alapján utána játszottunk 5 meccset olyan csapatok ellen, akik bőven előttünk állnak a tabellán, és nem olyan mérkőzéseket játszottunk, hogy na akkor most ide-oda történhet bármi, hanem úgy gondolom, hogy igenis ezeket a csapatokat megdolgoztuk, és reális esélyünk volt minden mérkőzésen, a kupameccset beleszámítva arra, hogy bárki ellen jó eredményt érjünk el. Na most én erre építek, ezt nézem, ez alapján ítélem meg a csapatot, ez szenzációs volt, úgy gondolom, amit ők beleraktak, és ahogy abszolváltuk ezt az 5 mérkőzést. Most, hogyha csak levonatkoztatom erre az utolsó mérkőzésre az egészet, akkor persze bennem is előjönne a kérdőjel. De valamilyen szinten érthető volt ez az utolsó mérkőzésen ez a betlizés, vagy ez a gyengébb teljesítmény. De összképet nézve én úgy gondolom, hogy sokkal többet tudtunk megvalósítani, mint amikor az elején idejöttem, és elképzeltem azt, hogy na most mi az, amire a csapatnak a legfontosabban szüksége van, vagy mi az, amit meg tudunk velük valósítani, mert én sem tudtam teljesen megítélni, hogy ők mennyit tudnak fogni abból, vagy megvalósítani abból, amit mi szeretnénk, mert azért nekem is kellett vigyázni arra, hogy nehogy túl sokat akarjak, vagy nehogy túl sokat mondjak, mert egy idő után a játékos is olyan, hogy befárad abba, hogyha az edző túl sokat dumál, vagy túl sokat követel, vagy túl sokat kér. Szóval azért úgy gondolom, hogy megtaláltuk azt az összhangot, azt az egyensúlyt, ami alapján azért azt az 5 mérkőzést úgy tudtuk lejátszani, ahogy lejátszottuk. Most volt egy gyengébb mérkőzés, én sem vagyok ettől a mérkőzéstől boldog, de úgy gondolom, hogy attól függetlenül pozitívan megyünk ennek az utolsó mérkőzéseknek neki, és bennem totálisan jó érzés van, hogy a csapat eredmény sem fog szerepelni.